A mindennapokban használt alapvető fürdőszobai felszerelés található azokban a táskákban, amelyekkel a segítő szendékú felajánlók érkeznek. A Máltai Szeretetszolgálat Bajai irodájába a héten a helyi macskamentő civil közösség hozott adományt a rászoruló nőknek. Állatmentőként fontosnak tartják, hogy az embereket támogató kampányokhoz is csatlakozzanak, hiszen ők is első kézből tudják, hogy az adományok mennyiben segítik a mindennapi munkát. A közösség két önkéntese három táskát is megpakolta a nőknek szánt termékekkel. Ez egy nagyon emberarcú kezdeményezés, egy kicsit erősíti a női szolidaritást is. Ha belegondolunk, akkor minden nőnek van otthon legalább egy-két olyan régebbi táskája, amit ő már nem szívesen hordana, de kidobni sem akarja, mert még teljesen használható. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy egy kicsit szeretettel, szolidaritással és odafigyeléssel megpakolva, és azokkal a tárgyakkal, azokkal az alapvető higiéniai eszközökkel, amelyeket a szervezők kértek. Ezekkel megpakolva ezt a táskát egy kicsit továbbadjuk a figyelmet és a szeretetet azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A Nem luxus táska nevet viselő kampánnyal azoknak a hajléktalan vagy nehéz anyagi körülmények között élő nőknek szeretnének segíteni, akiknek gondot jelent megvásárolni a termékeket. Azokra is gondolnak, akik például egy hosszabb kórházi kezelés előtt állnak, és ezért lenne szükségük egy tisztasági csomagra. Elsőlegesen higiéniai termékeket, illetve fehér nemű csomagot, és ennek keretében, mint ahogy láthattuk is és az átvételnél, akár hajkefe, betét, WC-papír, törölköző, papucs, hajsampon, hajbalzsam, fogkefe, fogkrém mind szerepelhet benne. Nagyon fontos lenne az, hogy a szavatossági időt és a felajánlók legyenek szívesek figyelni, és ezeket a későbbiek folyamán fogjuk a hátrányos helyzetű nők részére átadni. A Szeretetszolgálat Bajai csoportja január 31-ig gyűjti a táskákat a Fáy utca 1-es szám alatti irodában. Ezt követően osztják majd ki a csomagokat a rászorulóknak.